Ha olyan helyzet adódik, te mivel szoktad kitámasztani a telefonod? Bármit is használsz erre a célra, Kevin Nguyen szerint az bizony egy tévút. Ő úgy véli, hogy ezektől vagy böszme lesz a telefonod, vagy egyszerűen csak olcsó gagyi hatást keltenek. Kevin viszont megtalálta ezek gyönyörű és elegáns alternatíváját. Méghozzá egy sakkészletben. Hi everyone, I'm Kevin, creator of the Pawn Stand. Hát nem biztos, hogy éppen ez a zene volt a legideálisabb választás. Bár a fele tudja, hát ugye nem vagyok én marketinges. Let me introduce the new iPhone. Ez jó, veszek egyet. És 37 másodpercen keresztül kell hallgatnunk ezt a borzalmat, miközben a telefon forog egy tálcán. Tehát arról van szó, hogy egy vékony kis fémlemezt elhelyezel a telefonod és a tok közé, utána pedig ezt a mágnessel feltuningolt, jól lakott kis gyalogot bárhogyan rá tudod illeszteni. Mert hát ja, valóban elegáns és gyönyörű egy sakkbábút hurcolni magaddal egész nap. De hogy pontosan mi is ezzel az elképzelés? Ja, úgyhogy jól állunk mindennel. És az új látványtervek? Azokkal mi a helyzet? Ó, tényleg jó, hogy említed, azok is elkészültek. Már mutatom is. Oh. Te ezt most honnan vetted elő? Az most nem fontos. Nekem egyelőre nem győzött meg ez a találmány, úgyhogy nézzük tovább. I love it. It's great. My kids love it. Hát mit mondjak, erős érvek. De Kevin, a családod jó esetben nyilván támogatni fog téged, de ezt a támogatást érdemes megtanulni a helyén kezelni. Ugye? Ráadásul, amikor legutóbb beszéltem vele... Hello. Szia. Na, meghívhatlak egy italra? Nem. Hát, anyukám szerint nagyon jó képű vagyok. Ezt most értsem úgy, hogy ebből már nem is lesz szex vagy ilyesmi. Nem. Anya! Jaj, drágám, nincsen semmi baj. Csak egy buta lotyó. Fúj. Sajnálom, de egyelőre szerintem ez a legborzasztóbb termékbemutató videó, amit valaha láttam. Kezdjük ott, hogy a zenétől az elején legszívesebben felkötném magam. Utána pedig unottan, az ebédlőasztalnál ülve úgy mutatja be a találmányát, hogy az sokszor benne sincs a képben. I've been using it for over a month now, without any issue. Ja, mert tehát a hétköznapi sakkfigurák ugye sűrűn meghibásodnak. Fú, hát én is sokat járok velük szervizbe. Ugye 12,81 most a üres feszültsége. Megnézzük a hűtőfolyadékot. Very useful, functional, and it's a very efficient design. Hát mégsem gondolta, hogy mit akar elmondani a videóban. Ennyire hogy a francba lehet félváról venni egy bemutatót, amikor konkrétan ezen áll vagy bukik az üzlete jövője. Appreciate you checking out our video here and Már aztán ki tudja. Lehet, hogy kiderül majd, hogy ez a lazaság elképesztően bejön az embereknek, és akkor Kevin módszerét még a nagy cégek is át fogják venni. Ja, szóval, ja, csináltunk egy új telefont. Hát tudod, egész jól néz ki, van benne sok funkció. Nekem bejön. Meg nagyanyám szerint is tök fasza. Várjál meg még valami. Szóval ez a telefonhoz készítettünk egy ilyen forradalmi kiegészítőt, amit erre a karika ízére lehet rácsatlakoztatni. Na várjál, megmutatom. Ja, és amúgy az $5000.